Nagyon érdekes eseményre került sor nem olyan régen. Egy rövid időre újjáélett a vonat közlekedés. Hogyan sikerült ezt megszervezni? Ennek nem csak az volt a lényege, hogy újjáélett a vasút itt Zalaszentgrót és Zalabér között, hanem volt egy esemény, egy dátum, amihez lehetett kötni egy csomó rendezvényt. Ez pedig az volt, hogy 120 évvel ezelőtt indult meg december 15-én Sárvár és Balatonszentgyörgy között a helyi érdekű vasút. És ennek egy ilyen apropójaként lehetett felfűzni egy eseményt. Amikor megkeresett Baranyai Attila e-mailbe, hogy van egy ilyen évforduló, akkor nekem, mint iskoligazgatónak az a ötletem támadt kapásból, hogy milyen jó dolog, meg tudjuk vonatoztatni a gyerekeket. Ha most, hogyha én írok egy levelet bármelyik vasutas illetékesnek, hogy szeretnének a zalaszentgróti gyerekek vasutazni, hát erre nem hiszem, hogy akár választ is kapok. De mivel volt egy ilyen évforduló, és az évfordulóhoz kötve, plusz még elértük azt is, hogy helyeztünk el egy emléktáblát a vasútnak, a vasútépületnek a falán, ez így együtt egy szép kis eseményé lehetett egybefűzni. És reggel 9 órától a gyerekek, nem minden gyerek, csak egy válogatott gyerekek elindulhattak, és nem mehettek a Batyki vasútállomásra, illetve vissza. Sok gyerekünk volt olyan, aki életében először ült vasúton, de a nagy többség az már vasutazott, hiszen vannak az országban olyan programok, amivel fel lehet jutni a parlamentbe, illetve fel lehet jutni Budapestre, karácsonykor, az adventi vására, egyebekre, és ilyenkor a MÁV minden esetben ingyen szállítja a gyerekeket. Ebben az volt a különleges szám, hogy ugye a vasút is, a MÁV is most már széttagozódott különböző szolgáltató cégekre, KFT-kre, és egy ilyen motorvonatnak a kiállási költsége egy órára az 200 000 forint. Mennyi gyereket tudtak utaztatni? 5-ször ment, fordult meg a szerelvény, 5-ször 50 gyereket. De az óvodások is részt vehettek rajta, illetve a nap befejezéseként az állampolgárok is fölülhettek volna rá, ha eljöttek volna erre az ünnepségre, és ők is elmehettek volna Tüskeszentpéterig meg vissza. Akkor kifizette a révészt, hogy így mondjam? Hát azt mondom, hogy ebbe az volt a nagy szám, hogy ezt ingyen oda biztosította Zalaszentgrót város részére a Magyar Államvasutak, illetve hát annak a személyszállítás felé elintézték, annak a KFT felé elintézték, hogy ezt ingyen számunkra biztosította. Körbe lehet nézni, hogy az elmúlt időszakban ehhez hasonló esemény hol történt meg, nem fognak találni. A másik dolog pedig az, hogy helyeztünk el egy emléktáblát, ami annak állít emléket, hogy 120 évvel ezelőtt haladt el a vasút. Az pedig azért jó, mert ott van a holokauszt emlékművünk a vasútpályaudvar mellett. Most elhelyeztük ezt az emléktáblát. Úgyse olyan sok emléke van, épített emléke van Zalaszentgrótnak, így ez a kettő együtt, azt gondolom, megint egy kicsit gazdagabb lett a város, és fontosak azok a dolgok, hogy egy városnak legyenek épített emlékei, épített múltját is megőrizze. Azt mondja Tolsztoj, hogy történelem az az óriás, amire felállva messze látunk a jövőbe.